Üdvözlöm, jelenleg Londonból, ahol egy szintén ingatlan szakmai kiállításon vagyok, és nagyon hasznos tapasztalatokat sikerült összegyűjteni, amellett kapcsolatokat is. És ezeket a hasznos tapasztalatokat, amit helyi guruktól hallottam, el fogom önnek mondani a videó vége felé, de talán először egy kicsit a személyes benyomásokat. Életem először egy olyan nagyvárosban, sőt világvárosban, ahol nincsenek helyiek. Emlékszem arra a viccre, amit egy Dubáj felé menő gépen egy német mondott mellettem, azt mondta, kérdezem, milyen Dubáj, járt-e már ott? Azt mondta, igen, járt már, de hát van egy gond van, mert hogy tele van arabokkal. És hát ez igaz, természetesen Magyarországon és Budapesten magyarok élnek, Bécsben főleg osztrákok élnek, vagy Grácsban, de ugyanez igaz, Shanghaiban a kínaiak élnek, és Moszkvában oroszok élnek. Na itt Londonban alig van angol, tehát nagyon-nagyon érdekes ezt látni. Az utcán is látható ez, hogy úgymond ez a fehér fakószínű angol a karót nyert járásával eleve egyet láttunk tán bent a belvárosban, valamelyik nevezetesség környékén, egy Cartier és egy Rolex üzlet között valahol, de alapvetően csak külföldiek vannak. Tehát ezek működtetik a gazdaságot, ezek vannak, de még a banki és a mindenféle területen. A másik, ami nagyon érdekes volt, hogy tulajdonban sem sincsenek jelen. Tehát itt a francia tulajdoni szállodával szemben van az Abu Dhabi International Exhibition Company-nak egy hatalmas, a BMW-nél szerintem sokkal nagyobb kiállító csarnoka, aminek a termei akkorák, mint először egy pavilon, és van vagy 8 vagy 10 darab. Ez Abu Dhabi tulajdonban van. Aztán, ha innen tovább menjünk, van a cable car, tehát egy ilyen lalovka-szerű, amit a Ausztriában felvonók, az például azt hiszem Dubai tulajdonban van. Vagy ha bemegyünk a városban, hogy voltunk például egy ilyen Sea by Night, London Sea by Night busztúrán, ott elmondta az összes nevezetességet, meg persze a szállodákat is, hogy ez a szálloda a világ legnagyobb, vagy legmagasabb, vagy London legmagasabb, vagy a legdrágább, vagy a legexkluzívabb, de mind Katari tulajdonban van. De olyan szinten, hogy mondta, hogy a két és William esküvője például az egyik legdrágább szálloda volt, ami szintén Katari tulajdonban van, tehát úgy voltak vendégek kvázi az angol királyi család. Meg hát hallottam, hogy a sírva, majdnem hogy sírva megkönnyezve adta el a királynő a saját luxus jachtját. Azt is egy arab vette meg, mert senki más nem volt hajlandó annyit kínálni érte. Szóval nagyon érdekes, hogy angolt az utcán, a cégekben, de igaz, ez egyébként az ingatlan kiállításon, az ingatlanos fejlesztő cégeknél sem lehet találni, és a tulajdon jó része is szerintem átment. A fontosabb kulcs tulajdonok jó része átment külföldi tulajdon. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes tapasztalat. Aztán a következő érdekesség volt, ami jelentős különbség egyébként, és nekem nagyon szimpatikus volt, hogy itt van kultúrája a bérbeadásnak. Tehát alapvetően, amíg Londonban, Shanghai, vagy Moszkvában, Shanghaiban főleg luxus ingatlanokat kerestek, tehát nem kimondottan befektetési célra, hanem saját céllal, családnak, gyereknek, vagy befektetni, de nem a hozam volt a lényeg. Itt elég jelentős kultúrája van a landlordoknak, tehát olyan bérbeadási céllal vett ingatlanok, ebből élnek emberek. Ez nagyon szimpatikus, hogy ennek komoly kultúrája van, tehát itt a kiállítók között volt csomó oktató cég, aki ilyen tréningeket tart, vagy tanácsadó, vagy ugyanilyen témában finanszírozás, vagy akár üzemeltető cég, tehát kompletten rá lehet bízni mondjuk a lakásainknak a üzemeltetését. Tehát ennek nagyon klasszul kialakult kultúrája van, és az emberek fejében ennek helye van. Igaz, itt is sajnos lehetett látni, vagy nem lehetett sajnos, de lehetett látni az, hogy nagyon sok az új építésű és új fejlesztésű üvegpavilon, ami nyilván ki tudja, milyen jövője lesz, de emellett ott voltak a szívemhez közel álló használt ingatlanok, ami azt jelenti, hogy például felújítanak egy régi, nagyon régi utcasort, és mondjuk diákoknak, vagy valamilyen más céllel bérbe adják, meg lehet egy ilyen lakást venni, jóval magasabb a hozama, és jóval hitelesebb a hozama, és hát az ára is körülbelül negyede, ötöde. Úgyhogy ez nagyon szimpatikus volt számomra, hogy a kultúrájuk azért ilyen szempontból sokkal fejlettebb, mint az új gazdagoknak, akiknek jön a pénz, de nem tudják, hogy hova tegyék, vagy hogyan gazdálkodjanak vele. És hát beszélgettem egy jó pár ilyen tanácsadóval, nyilván mindenkihez elmentem, megmutattam a prospektust, hogy ilyen olyan hozammal kínálok szállodákat, és hát mit gondolnak, ez mennyire jól fekszik a piacon, és nagyon érdekesek voltak a visszajelzések. Az egyik, aki például tőzsdei
kereskedést tanít, ami eléggé közel állt korábban, 2008 előtt hozzám, mert foglalkoztam el aktívan. Ő például azt mondta, hogy minden ügyfélnek azt tanácsolja, hogy ha keres 20-30 ezer fontot mondjuk a tőzsdén, akkor mindenképpen azonnal ingatlanba tegye. Tehát az látszik, hogy az ingatlan, ahogy sokan magyarországon gondolják, hogy emellett meggazdagodni, fordítva működik egy kicsit, bárhol máshol, más tudással, legyen az egy vállalkozás, tőzsde vagy örös, vagy bárhol megszerzek ingatlan, és legtöbben azt mondják, hogy ne oda forgasd vissza, ha csak az nem egy valami borzasztóan növekvő iparág, hanem azt tedd bele ingatlanba. És az ingatlan kvázi egy ilyen végső depója, egy biztonsági depója vagy annak a pénznek, de nem tudom ott meg ötszörözni nyilván. Tehát ez az, amit összekevernek sokan ügyfeleim, hogy talán túl sokat várnak, túl sokat gondolnak az ingatlantól, amit nem biztos, hogy képes teljesíteni. Úgyhogy ez is nagyon érdekes volt, hogy azt mondja, hogy oké, a tőzsdén ne visszaforgasd, hanem rakd be ingatlanba. Ezzel egyetértek egyébként teljes mértékben. Akkor kérdeztem másokat, hogy ilyen más ilyen tréning, ez a Progressive Property Network, ez volt a neve a cégnek, meg lehet keresni az interneten, és mondta így halkondosulva, figyelj, én se vennék soha új ilyen üveg palotában épült ingatlan, ki tudja, hogy milyen jövője lesz az ár növekedésében, vagy csökkenésében, illetve a bérbeadás hogyan fog működni, hiszen nyilván a fejlesztő inkább eladni akar 5 évvel ezelőtti ingatlanokat, amit eladott, már is felejtett, hogy kinek adta el, és igazából ki mitnek mit ígért, ki mit számít már. Ha az a felelem jött be, akkor már az már mindegy. Úgyhogy ilyen szempontból ez is alátámasztotta az én tapasztalatomat, hogy ő maga soha nem venne és nem is vesz használt ingatlant. Vagy a új ingatlan, csak használtat. Ami érdekes még, és azért nagyon-nagyon-nagyon megdöbbentett, hogy még úgy éreztem, hogy Moszkvában a moszkvaiak szeretik Moszkvát. Szerintem a kínaiak is nagyon büszkék és szeretnek mondjuk Sánkhájban élni, egyre többen mennek oda be. Londonban valahogy úgy éreztem, és úgy érzem, hogy az emberek kicsit muszájból élnek itt. Tehát nem örömükben, nem örök életükben, elvágynak innen, de itt tudnak most pénzt keresni, tudják kifizetni az otthoni hitelüket, mondjuk egy magyar, aki itt dolgozik, de azért nagyon-nagyon keskeny a rés, amit meg tud takarítani, mert viszont borzasztóan drágák, emiatt a sok külföldi miatt az ingatlan bérlés, tehát vigyázni kell, hogy mert nincs észnél, akkor a rezsie elmegy a magas jövedelme, hiába keres mondjuk 2-2,5 ezer fontot, az lehet, hogy jó része el is megy utazás, amit borzasztó drága és minden egyébre. Úgyhogy nagyon észnél kell lenni, vagy nyomorogni kell, ahogy elmesélt az egyik nagyon kedves pincérhölgy, magyar, hogy hát együtt kell élni, és van egy 300-as lakás, amit kivesz valaki, és talán kiadja a szobákat egyesével, vagy akár ágy szintjén, azért, hogy hát nem menjen el a bevétele mint, tehát eléggé fura életforma, és hosszú távon nyilván nem elfogadható, hogy minden szobában egy idegen vagy ketten laknak, és meg kell várni, mikor jutok a fürdőszobához. Én nekem legalábbis ez borzasztóan rossz elképzelés, nyilván egy picit talán evő kényeztetve, de európainak és magyarnak is ez szerintem eléggé kényelmetlen lehet, vagy nem kívánatos. Ugye az volt az érdekes, hogy még a legtöbben mondjuk büszkék Moszkvára, vagy a budapestiek szeretik, és büszkék Budapestre, a londoniak, nyilván ezek nem angolok jó rész, ezek inkább elvágynak innen. Ez ilyen kényszer. Tehát az olasz az azt mondta, hogy akivel találkoztam, az ingatlan tanácsadó, szóval hát ide kell jönni, itt van a pénz, meg itt forognak a kapcsolatok, de hát én Olaszországot imádom, és olaszok az ügyfeleim, és egyébként sem akarok örökre itt maradni. De akár a sirangai sofőr, aki a transferrel bevitt minket a szállodához, és beadott ide az Excelhez, London egyik külső negyedébe, ahol a kiállítás van, ő is azt mondta, hogy hát ő nem akar itt élni egész életében, kicsit nőnek a gyerekek, hogy itt végezzenek iskolát, mert az itt elméletileg jó, és utána megy is haza Sri Lankára, mert ez egy borzalmas hely. Vagy ugyanígy a bolgár, aki itt fejleszt ingatlanok, azt mondja, jól lehet itt viszonylag keresni, de hogy ő nem akar itt egész életében élni. A magyar hölgy azt is mondta egyébként a felszó, hogy ide egy gyereket szülni, nem őrült meg. Milyenek a körülmények. Úgyhogy nagyon érdekes a tapasztalat, és a feleségem azt fogalmazta meg így az egész napos kirándulás után, mert egy nap szabad napunk volt, hogy hát még egyszer valószínűleg el akar jönni, és mert nem tudtunk bejutni egy nap alatt a British Múzeumban, meg egy pár helyre, külvülről néztük meg az összes nevezetességet, busszal, hajóval, metróval, de
egyszer még eljönne ezeket megnézni mondjuk, de utána ki van pipálva London, tehát minél többet vagyunk itt, minden nap egyre jobban értékeli, amit eddig is persze értékelt, hogy értékeltünk az új hazánkat, Muraut például, tehát azt a minőséget. Úgyhogy én azt mondom neki javasolni, hogy érdemes önnek is megfogalmazni ezeket a tanácsokat ezektől a guruktól, amit egyébként teljes mértékben osztok, csak érdekes volt látni, hogy nagyon érdekes volt, hogy találkozik az ember ilyen lélekben rokon emberekkel, de olyan szinten egyébként, hogy nagyon érdekes volt ez is, hogy az én névjegyemben, aki kapott már tőlem, láthatja, hogy rajta van a fényképem, egyetlen egy angoltól nem kaptam, vagy itt kiállítottól, vagy ügyféltől nem kaptam olyat, ami rajta lenne a névjegye, mert mindenféle krikszkraksz, meg general manager, meg anyám tyúkja, de egyetlen egy, aki azt mondta nekem, hogy soha nem vett le új ingatlan, annak rajta van a fotó, a névjegyén. Úgyhogy azt tudom javasolni önnek, gondolkozzon el, lehet persze új ingatlant is vásárolni, tehát félret és ne esik. De azt mondja hozzá ez a tanácsadó, hogy maximum egy vagy fél évig szabad megtartani, és nagyon az elején kell beszállni, amikor még nagyon olcsón lehet megkapni, még a fejlesztés előtt kvázi, ilyen elővásárlóként, mert amikor a készen lesz, és mondjuk egy negyed elkezd fejlődni és eladják, akkor már még persze újként értéknövekedésre lehet eladni. De hozzá kell tenni, hogy ez spekuláció. Tehát ez spekuláció, amivel én fogom az ingatlan befektetés. Annak köze nincs a szerencséhez, vagy a nem tudom én a jövőbe látáshoz és jósláshoz, hanem én a biztonságra törekszem. És a másik, ami fontos és érdekes volt, a ügyfelekkel beszélgettem, kevés ügyfél volt, olyan több volt a közvetítő, de találkoztam egy jó pár ügyfelel, és szóba került az, hogy hát mit keres? Hát igen, magas hozamot keresek. De azért alacsony anyag kockázat. És ha valójában az ember elkezd hosszasan beszélgetni, és ezt magyaroknál is érzékelem, és hát a Questor ugye ezt megmutatja egyébként, hogy az emberek ezt mondják, de azért annyira gírig, ahogy a német mondta, annyira pénzéhesek sokszor, hogy az eszükben a magas hozam után, a magas hozam láttán legyártanak kifogásokat, hogy jó, hát nem is a magas a kockázat, meg a Questor, meg a sok éve van, meg... Én nem is tudom egyébként, hát itt voltak, kínáltak olyan ingatlant, aminek azt mondta hozzá az eladó, hogy hát nem tudom, ilyen vagy olyan garancia van 2 vagy 3 évre, érdekesen többet nem is kínáltak, 2 vagy 3 évre a bérbeadás és a hozamra, vagy ígérnek például garantált visszavásárlást. Ki a fene az a hülye, aki elhiszi? Tehát amit egy cég kínál, egy limited, az volt, nincs, következő projekt. Szóval van érdekes, mit hisznek el az emberek. De igazából azt látom, hogy amikor mérlegelnek, hogy kockázat meg hozam, akkor inkább a magas hozam láttán elhesegetik a félelmeket a kockázattól. És azt mondom, ezek nem ingatlan befektetés, spekulánsok. Tehát ne felejts el, amit mondtam az elején ennek a videónak. A pénzt nem itt kell megkeresni, itt kell fiatatni, itt kell, hogy lassan gyarapodjon, és megőrizze az értékét. De a legtöbb ember, ha lát egy magas kockázatú dolgot, de 20% hozamot ígérnek, vagy egy 5%-os hozamot, de gyakorlatilag nincs benne semmi kockázat, akkor inkább úszat választja. Tehát szóban azt mondja, hogy a biztonságra törekszik, de önmagát veri át. Én nem ugrok be az ilyen dolgoknak. Én azt gondolom, hogy ha alacsonyabb is, de fix hozamnak kell lenni, én máshol keresem meg a pénzemet, itt tovább gyarapítani, fiatatni, és főleg biztonságosan tárolni kell. Úgyhogy ezt érdemes külön választani. Ezt mondták, azok a tanácsadók egyébként, akik maguk nem forgalmaznak ingatlan. Tehát nem az, aki eladja, és ezért persze kérdéses, hogy ön hiszen nekem, amit én mondok, hiszen én is eladni akarok, én is jutalékért dolgozom, de ettől függetlenül utána kell nézni, utána kell járni, és utána kell gondolkozni. Pont a lányommal beszélgettem egy könyv tapasztalata révén, hogy a legtöbb ember, 95% az emberek soha nem gondolkozik. Mármint vannak gondolatok a fejében, nézi a tévét, és gondolkozik azon talán, hogy hát mit is kéne főzni vacsorára, vagy a jövő hónapban most mikor fizetem ki a törlesztő részt, egyebek. De ezek az élet mechanikus dolgai, ez a reakció az életre. De valójában az, hogy elgondolkozom, hogy mit akarok csinálni, valójában az, hogy megnézem azt, hogy ha kínálnak egy Dubajban, vagy Abu Dhabiban, vagy bárhol egy toronyházban egy luxus apartmant, aminek ennyi vagy annyi hozamot mondanak,
hogy nem gondolkodik azon, hogyha hallott már róla, vagy ha nem, akkor én most elmondom, hogy ott a toronyházaknak egy része üresen áll. Nem gondolkozott el azon, hogy hogy lehet, hogy olyan gyönyörű vastag prospektusokat csinálnak, és 10% vagy 20% fölötti hozamokat kínálnak, amikor egy bank ad 2-2,5%-ra hitelt? Miért kell az öntőkéje ez? Miért nem tudja ő hasznosítani, vagy banki finanszírozással megoldani? Úgyhogy nagyon érdemes elgondolkozni, hogy amikor kínálnak ilyen nagy dolgot, egészen magas, tehát nem a nálunk megengedett, és többnyire szabad 300, jó, a magasabb százalékokkal dolgoznak a fejlesztők. Először mindazt meg kell termelni az ő profitját, egyébként is utána jön majd ön. Gondolkozzon, hogy kinek hisz. Tehát érdemes elgondolkozni, hogy merre halad a világ. Én nem tudom elképzelni, hogy mi lesz 5 vagy 10 évvel Londonnal, meg az angolokkal, de jó érzésem az biztos nincs. És nem azért, amit a legtöbben gondolnak, hogy külföldiek laknak, meg külföldi tulajdonban van. Nem ezért. Azért, mert van 3 olyan dolog, ami számomra vészjósló, vagy 4 is akár. Az egyik ilyen, hogy abszolút semmi ipari termelésük nincs. Tehát ha megnézzük az autóipart, már majd mind csődbe ment, mint a nem tudom, a Rover, vagy pedig mindet eladták, mert hiába Bentleybe pöfeszkedik egy gazdag angol, az már rég német tulajdonban van, nem is beszélve a Jaguarról, amelyik például a legolcsóbb autót, világon legolcsóbb autót gyártó indiai Tata tulajdonában van. De nincsen már semmiféle cipőgyártás, ruhaipar nincs, minden Kínában van. Tehát semmiféle termelés nincs, ami azért Kínában és Shanghaiban egy iszonyú gazdagságot tudott hozni, és látványos gazdagság volt, ami ebből látható volt. Vagy ott van Moszkva, amelyik azért nagyon gazdag, attól függetlenül vannak gondjaik most, az olajból és a gázból. De angoloknak mi a csuda van? Az, hogy eléggé simlis bankok, tehát itt pénzt lehet mosni, mert több ilyen névjét hoztak, hogy hát minden oda, és akkor ilyen mosodai névjét volt szinte. Meg hát nyilván a most offshore botrány jó része az például angol teritorium, a British Virgin például, ott működő irodákról szól, tehát nem tudom, hogy mi van-e mögött a lufi mögött. A másik az nyilván, hogy egy csomó külföldi dolgozik itt, aki haza fog menni. Tehát itt mitől működik az ő gazdaságuk? Nyilván az következő az, hogy ha minden külföldi tulajdonban van, akkor nem fog, ez nem azt jelenti, hogy tönkre fog menni minden, de valahol egy idő után, ha kivonják a pénzt, akkor mi lesz? Ez egy lufi. És hát lufi, persze, hogyha gondolkozzon azon, hogy háromféle módon lehet értékelni egy ingatlant. Legalábbis Európában is, vagy Ausztriában ez a szabvány. Az előállítási költség, mínusz az amortizáció, a benchmarking, tehát összehasonlítva más ingatlanokkal, és a harmadik pedig az, hogy mennyi a hozama. Most jelenleg az előállítási költségnél jóval magasabbak az árak, és a hozamokhoz képest is jóval magasabbak, mert itt Londonban, és persze Bécsben is sajnos, ilyen 1-2-3%-nál nem lehet több hozamot elérni, abból pedig egyszerűen nem lehet fönntartani egy ingatlant, hiszen vannak még azért költségei, ami időről időre ki kell festeni, fel kell újítani, ablakot cserélni 10 évenként és így tovább. Tehát ebből nem jön ki. Tehát ezt a figyelembe veszem a 3 értékbecslést, igazából csak a benchmark, tehát összehasonlítva, látok egy másik ingatlant, az is van drága, ez is van drága, de ez egy lufinak a képződésének a fő indikátorai jelei. Úgyhogy lufi van, nincs mögötte semmiféle olyan gazdaság, ami vagy termelésre, vagy energiára, vagy valamilyen exkluzív dologra fontos, a világnak fontos dologra épülne, a bankokon kívül, és ráadásul a Brexiten gondolkoznak, ki akarnak lépni az Unióból, hát nem tudom, mi a jövő élet. Biztos, hogy én itt nem nagyon szeretnék befektetni. Tehát az itteni befektetés az nem tartozik a vágyaim közé, úgyhogy pár óra múlva fölünk a repülőről, azt megyünk haza a gyönyörű napsütéses Ausztriában, mert mondanom se kell, hogy most süt a nap, de hogy ezt biztos beírják pirosan a naptárba, hogy ilyen is volt egyszer-kétszer egy évben, ez hihetetlen szerencsé. Tenap esett inkább az eső. Szép napot kívánok, és azt kell mondani önnek, hogy jó, hogy legyen boldog. A boldogságot egyébként úgy fogalmazta Dubranszky György, nagyon kedves barátom, a Bagolyvár tulajdonosa, hogy akkor vagy igazán boldog, hogyha ott és akkor jól érzed magad. Nem máshova, nem máskor, nem más életre vágysz. Itt Londonban mindenki másra vágyik. Csak éppen itt kell dolgoznia. Úgyhogy azt kell mondani önnek, hogy
legyen boldog ezen értelemben is, és persze az, hogy gondolkozzon azon, hogy hogy jut el oda. A legtöbb ember nem gondolkozik, csak azon, hogy most mikor kelljek föl, merre megy a metró, hogy fogom kifizetni, hú, most ez a gond van, kaptam egy levelet, reagál, de nem tervez. Tervezzen. Sok sikert kívánok önnek, szép napot, és legközelebb találkozunk Muraban. Vagy már jövő hét végén az Adrián. Szép napot!